Láthattuk ezt a kis bevezető videót, amit én nagyon szeretek, mert ez egy kicsit olyan családias, érezzük a hétköznapokban is a technológiát. Amiről ma szó lesz, és ami ma a mai összejövetelünk apropója, az ennél egy kicsit komolyabb, hiszen a 13. generációs szervereinknek egy-két modelljét jelentjük be, illetve egy új storage-unkat. Tehát amit itt láttunk a videóban, mondjuk annak a hátterében, illetve ami lehetővé teszi ezeket a lehetőségeket, hogy itt mondjuk ilyen feltölt, vagy mondjuk egyéb más dolgokat használjon. Természetesen nekem lesz most egy ilyen kis bevezető, és utána a kollégáim fognak ezekről a remek termékekről, illetve a megoldásokról részletesebb információt adni. De akkor egy pár szót mondanék, hogy a múltkori találkozásunk óta a Dell hol tart, illetve változott-e az elképzelése a nagy IT trendekről, ha igen, akkor miben változott, illetve mi az, amit továbbra is ugyanúgy látunk, és ugyanolyan fontosnak tartunk. Ez egy olyan szlájd, amit még nem mutattam, sokszor esünk ugye abban a hibában, hogy negyed évvel korábban egyszer mutattuk azt a szlájdot, de ez azt jelenti, hogyha egy ilyen szlájd jön, hogy ez még mindig releváns. De most egy picit összeszedtük azt, hogy miben különbözik a Dell mondjuk a piactól, illetve a versenytársaitól, mert egyre többen használnak ugyanolyan kifejezéseket, egyre többen látják ugyanúgy azokat a trendeket, azokat az irányvonalakat, ami egyébként nem baj, hiszen azt mutatja, hogy kezd letisztulni és mondjuk egy irányba menni a technológia, természetesen az igényeknek megfelelően, de mégis miben tudunk mi esetleg mások lenni. Ugye itt látunk 6 sor, ami egyébként teljesen megegyezik avval a koncepcióval és azzal a filozófiával, amivel a Dell ma építi a stratégiáját, illetve ami alapjául szolgál, ez a Transform, Connect, Inform, Protect. Tehát ez a 4 pillér, amit korábban is már mutattam és még fogok is mutatni, ennek megfelelően mutatja azt, hogy mivel más a Dell. Tehát feltétlenül fontos, hogy standardekre épüljön, és mindenféleképpen nyitott megoldásokra. Tehát nem proprietary, tehát csak magával kompatibilis megoldásokat ajánlunk, hanem még akkor is a legújabb, legmodernebb technológiákat, hogyha az mondjuk esetleg egy kicsit kevesebb haszonnal kecsegtet, de mindenféleképpen jövőt álló. Mindenféleképpen modulárisan és rugalmasan tudjuk skálázni ezeket a megoldásokat. Ezt nagyon sokan mondják, és egy kicsit ilyen közhelynek tűnik, de nagyon fontos mind költség oldalról, mind pedig műszaki oldalról. Ne kelljen megvenni, vagy akár menedzsment oldalról, ne kelljen megvenni egybe az egészet, hanem ugye lehessen szépen építkezni. Ez nagyon fontos, és hát nyilván a standardeken alakuló és nyitott megoldásoknak ez az előnye. És a modern portfólió az utolsó előtti az nyilván arra szolgál, hogy nem engedünk a csábításnak, és mondjuk a Dell csak Dell-el együttműködő megoldásokat próbálunk ajánlani az ügyfélnek és hosszú távon bezárni őket, hanem mindenféleképpen próbáljuk a piacon elérhető új megoldásokat használni és beépíteni a saját portfóliónkba. És természetesen az utolsó, az end-to-end, az pedig azért fontos, mert az az óriási beruházás, amit tettünk az elmúlt 6-8 évben világszinten, és az a teljes portfólió, amit kiépítettünk, ez így egyben képes jól működni, és ha hozzánk fordul valaki ügyfél, akkor gyakorlatilag meg tudjuk mutatni neki, illetve meg tudunk megoldást találni egészen a tablettől az adatközponti megoldásokat. Tehát ez a 6 pillér az, amivel egy picit meg tudjuk magunkat különböztetni. Természetesen nagyon sok más piacon lévő szereplőnek is van erre megoldása, de így egyben nyitott rendszereken alakulva végponttól végpontig teljes megoldás, azt hiszem, hogy majd egyedül a Dell-t.
És akkor menjünk tovább, ugye itt látható ez a négy irány. Ezt Michael Dell, amikor a múlt évben privatizálta, hogy szép magyar szóval írjam le újra a vállalatot, akkor ezt a négy irányt határozta meg, ami gyakorlatilag meg fogja változtatni, illetve meg fogja legjobban vezetni a következő években az informatikát. És látszik ugye, hogy a cloud, a mobilitás, a big data és a security, ez a négy. Ez nem változott. Tehát azt kell, hogy mondjuk, hogy a mi stratégiánk az továbbra is erre épül, és ez a négy irány az, ami meghatározza, hogy a Dell milyen kutatásfejlesztéseket csinál, milyen új vállalatokat vásárol meg, illetve milyen új területeket próbál kihangsúlyozni, illetve még jobban kidolgozni azért, hogy az ügyfelei és a partnerei számára a legjobb megoldást nyújtsa. Nem mennék bele a részletekbe, a lényeg az, hogy ezeket azért tartjuk még továbbra is relevánsnak, mert az elmúlt egy évben nagyon sok ügyfelet kérdeztünk meg, ugye itt látszik az odafigyelés és a meghallgatás vezéri a mi stratégiánkat, mert az ügyfeleink visszajelzése alapján továbbra is releváns ez a négy dolog, és ekkor kell gyakorlatilag sűríteni az összes erőforrásunkat, anyagi lehetőségünket, illetve ebbe az irányba kell tolni, mert továbbra is ez foglalkoztatja, illetve ez vezéri az ügyfeleknél az informatikai igényeket. Ha megnézzük egy picit részletesebben, ugye ez látszik egy pillanatra visszaugrom, hogy igazából ez a négy nagyobb bogyó van felosztva egy kicsit jobban, akkor látszik, hogy például az első a transform részben gyakorlatilag a menedzsmenttől kezdve a szoftver megoldásokig nagyon sok minden beletartozik. Ugye a Connect, a mobilitás az már egy régebbi téma, de ezen mindig lehet javítani. Ugye nagyon fontos egy vállalat, egy cég, egy államigazgatás intézmény számára is, hogy az a beosztott parkra dolgozók minél több helyen, minél nagyobb időintervallumban és természetesen biztonságosan lehessen tudjanak dolgozni. Tehát a mobilitás az azt hiszem egy örökérvényű dolog lesz, nem csak a közeljövőben, de szerintem hosszú távon. Ebben ugye nekünk nagyon nagy tapasztalatunk van, hogy így fogalmazzak, hiszen az egyik legrégebbi notebookgyártó vagyunk, illetve mobileszközgyártó. Utána következik a big data, ez azért fontos, mert nem csak infrastruktúrát gyártunk ide, hanem egyre több olyan szoftvercéget, illetve intelligenciát próbálunk beépíteni a portfólióba, mint például a legutóbbi akvizíciónk a Stácon, amelyik különféle adatbányászatot és egészen más megvilágításban helyezi ezt a nagyon nagy tömegű adatot, mert meggyőződésünk, hogy két perc, jó, és mi sok szágon van, nem van, mert azon átszaladunk. Tehát, hogy mindenféleképpen valamit kezdeni kell ebben a nagy adattömeggel, és a Dell azt mondja, hogy ebben van a jövő, hogy hogyan fogjuk ezt használni, mire tudjuk használni, és a döntéseket hogyan tudjuk megkönnyíteni. A legutolsó pedig a security, amire nem csak hardware vagy hard disk titkosításunk van, hanem most már tényleg a biztonságos e-mailezés és internetezéstől kezdve egészen a hard disknak a titkosításáig tudjuk fokozni a dolgot. Úgyhogy itt is egy teljes körű megoldásunk van a legújabb generációs tűzfalaktól kezdve végig a biztonságos menedzsmentig. Ez lenne az a szlájd, ahol egy ilyen szemmel is jól látható összeg, 18 milliárd dollár investment, illetve befektetés látszik, és itt mutatja, hogy az egyes szegmensekben mik azok a cégek, amik, illetve megoldások, amik belettek építve.
Tehát azt hiszem, hogy látszik, hogy itt vannak olyan nevek természetesen, ahol többször is föltűnnek, mert például a Quest az akár a Security-ben, sőt, szinte mindenhol, mivel az egy nagy szoftver megoldás csomag, a Identity Managementtől kezdve mindenhol létezik, és látszik, hogy vegyes az egész, hiszen ha megnézzük például a Storage-nál, a Big Data-nál, ott ugye látszik a hardware része, az Ecology, a Compellent, és látszik a szoftver része is. Úgyhogy próbálunk egy tényleg végpontból végpontig teljes portfóliót összeállítani, és nyilván egészen más mélységekig tudunk belenézni egyes megoldásokba, hogyha az megvásárlásra kerül, és a Dell-nek a saját kutatásfejlesztésébe is belekerül. Erről a szlájdról szeretnék még beszélni, hogy a Gartner által megnevezett területeken líderként van a Dell apostrofálva. Ez azt jelenti, hogy benne van ezeken a piacokon a meghatározó szereplők között. Ugye itt az enterprise, tehát a vállalati desktop és notebookok, ezek mondjuk nem meglepőek, hiszen innen indultunk. De ha megnézzük, hogy outsourcingban, nyilván Észak-Amerikában, ahol direktben értékesítünk, vagy egészen más olyan területeken, például diszkeknél és egyéb olyan adatközponti megoldásokon, ami már az új Dell érához kötődik, tehát az elmúlt 7-8 évhez, azokban is már gyakorlatilag meghatározó szerepet játszunk, és ez ugye világszinten működik. És hogyha megnézzük, hogy kifejezetten a Dell hol első, illetve hol nagyon meghatározó, akkor itt szintén azt látjuk, hogy elég vegyes a kép. Mármint abból a szempontból, hogy nem csak mondjuk PC-hez kötődő dolgokat látunk, sőt kifejezetten olyanokat tettünk föl, ami nagyon fontos. Tehát ha például a nagy social media websájtokat nézzük, akkor 4-ből 3 Dell hasonló egy, a Facebooktól kezdve sok minden más, de hogyha a keresőket nézzük, akkor 5-ből 4, és nagyon sok olyan van, ahol nem is gondolná az ember, hogy a Dell ilyen komoly pozícióban van. Ezek egyébként többé-kevésbé Magyarországra is érvényesek, nyilván ilyenkor mindenki azt mondja, hogy jó, de mi van Magyarországon. Hogyha azt nézzük, hogy mondjuk szerverbe első vagyunk Észak-Amerika, Latin-Amerika és Kína, akkor mondjuk Európára tekintünk, akkor mondjuk Litvániában, ami az én területem, azért tudom pontosan, de mondjuk egy nagyobb piacot nézzük, Lengyelországon is első a Dell, Magyarországon régóta második, de a piacvezetőhöz egyre közeledik. Úgyhogy ezek egyébként többé-kevésbé igazak Magyarországra is. Úgyhogy én ezzel zárnám a rövid kis összefoglalómat, és hogyha summázni kéne, akkor azt mondanám, hogy ez a 4 trend, amit említettem, és akkor vissza is megyek. Tehát ez a 4 trend, amire a Dell továbbra is épít, úgyhogy remélem, hogy következő alkalommal még mindig erről fogok tudni beszámolni, mert azt jelenti, hogy Michael Dell megint egy jó irányt látott meg, és ez sokáig lesz marad érvényben. Ha pedig valami változik, akkor ezt nyilván meg fogom mondani újra. Köszönöm szépen, és akkor lesz egy kis videó, amivel búcsúzom, hogy mégis hogyan működik ez, egy picike kis betekintés. How? It's what completes what if. If what if is the promise, how is the proof? What if is powered by possibility, how by productivity. We are as passionate about how as we are about what if. How is the grounding of what if's power. How rolls up its sleeves and makes things happen. At Dell, we're all about both. How delivers results quicker. It gives doctors the power to save lives faster. It gives students the opportunity to learn better. It makes cities run smoother.
It makes business bigger and makes the world smaller. Today, we focus on four imperative hows. How is the ultimate doing word. How is about giving you the power to do more. Tehát, aki el fogja mondani, hogy ez hogyan működik, az nem más, mint Sherman kollégám, aki a régiós Enterprise dolgokért felel. Sherman, thank you very much.